Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ezért a Gaming with Darius vagyok, és itt van velem Benny. Sziasztok! Ma folytatjuk a Forza Horizon történet kezdőknek, vagy Forza kezdőknek mexikói balfékek sorozatunkat, és elérkeztünk a tesztpilóta küldetésekhez. Ezek ilyen rövidke, három történetből álló sztorik. Úgyhogy most ebből fogjuk megcsinálni az egyiket, mégpedig melyiket csináljuk, Benny? Most a Horizon rásos tesztpilótát. Igen, a Horizon rásossal kezdünk. Nagyon fontos és nagyon komoly oka van, hogy ezt választottuk. Ez volt a legközelebb hozzánk a térképen, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Tényleg csak három ilyen feladatot kell teljesíteni. Mindegyiket három csillagra érdemes, megmutatjuk, hogy hogyan kell, mint kell. És írjátok meg kommentbe, hogyha esetleg valamit kihagytunk. Te előrébb indult, nem ér? Nem tudom, nem kell. Jól, át lehet vágni, láthatjátok. Már ez is kiderült. Biztos. Viszont ez nem a végső úti cél, gondolom, ugye? Hát. Szerintem ne így menjetek, ahogy én mentem. Lehet így is, csak nem biztos, hogy így a leghatékonyabb. Hát, Jézus Isten. Most szóval egy picit messzebb kell ezer menni így másodjára. Én egy picit elszoktam a játéktól. Viszont én átvágom az egészet, szerintem. Én is. Meglátjuk, hogy melyik érdemes. Így érdemes, teljesen szerintem. Jó. Szerintem is így érdemes egyébként, tehát hogy nem éri még itt az utakon menni, mert ezek az autók képesek arra, hogy levágjuk bele a terepet, de gondolom még ez sem a végső úti cél lesz, aztán kiderül. Dehogy nem, ez már az út végső lesz, mert ez már csillagért megy. Nagyon csúnyán megyek a fáknak. Nagyon vicces. Aha, most meg berakott 4 km egy úti célt, nagyon viccesen ragdossa őket. Igen. Tehát lerakott az előbb ilyen 200 méterre. Nagyon furcsa. Aztán volt egy 4 km-es, aztán megint egy 200 méteres és megint egy 4 km-es. Viszont itt dús az erdő, meg vannak hegyek, szóval itt lehet, hogy érdemes már az utat követni egy kicsit. Én megpróbáltam ezt is levágni, de mondjuk... Nem érte meg? Várja. Itt nem tudom, hogy hol fog felmenni még. Itt talán. Akkor nem menjek ott át? Jöjjek az úton inkább? Menj te most. Jó. Az úton, igen. Én valahogy felküzdöttem magamat talán. Viszont bőven van még időnk. Még lesz 2,5 km, még le kell jönni itt a vulkánról. És még az sem biztos, hogy ez a végső, hídra. Vagy írta, hogy végső? De ott már írta, hogy végső úti cél, igen. Jó, simán teljesíthető. Elég gyorsan le lehet ugratni, tehát én ilyen 3 percet igen, be fogok kérni. Gyertek le nyugodtan egyenesen, srácok, úgy, ahogy én. Hát ne úgy, ahogy én, mert nagyon durván rosszul megy most ez nekem, nagyon rég forzáztam. Meg amúgy sem voltam egy nagy mágus. Hát az előbb kiírta, hogy juss el a végső úti célig, és most kiírta még egyszer, hogy juss el a végső úti célig. És még egyszer el kell jussál az úti célig? Aha. Kicsit bugos a játék. Itt viszont megérte eltűnni az alagúton és követni az utat. Végül 4 percre értem be, és nem 3-ra, de ez még mindig 1 perc 20 másodperccel gyorsabb, mint amit a játék szeretne 3 csillagért, úgyhogy tényleg nem egy bonyolult feladat így elsőre. Annyira rossz az alagútba kijönni, mint Monakóban a Forma 1-ben. Aha, a szemedbe világít telibe a nap. Na, a következő feladat, Darius megint előrébről indult, viszont most nem nagyon kell követni az útvonalat. Igazából itt most annyi a cél, hogy összeszedjük ezt a 120 ezer trükkpontot, amit nagyrészt abból lehet megcsinálni, hogyha lezúztok mindenfélét, és minél többet próbáltok driftelni, viszont ehhez nagyon fontos az, hogy mindenki kapcsolja ki a kipörgésgátlót és a stabilizátort is, mert sokkal egyszerűbb így trükkpontokat szerezni az autókkal. És egyébként ugratni is lehet, az is ad pontot. Hát fontos, kell hogy... kell egy kicsi bátorság. Hát kell hozzá egy kis bátorság, igen. Fontos, hogy ne veszítsétek el a szorzót. És mindenképpen menjetek el ötösig, mert csak úgy egyszerű. Hát hogyha elbukjátok egyszer, akkor onnan még talán lehet javítani, ha mondjuk ilyen több mint 2 percetek van, de egyébként, hogyha kétszer hibáztok, akkor szerintem onnan már menthetetlen, és megéri inkább újra próbálni. Az a lényeg, hogy jussatok fel ötös szorzóra minél hamarabb, és akkor onnan halmozzatok be magatoknak 24 ezer pontot, és megvagytok. Na, én most például ugrattam egyet, és elbuktam az egészet, úgyhogy... Az nem a legjobb. Ezek miatt nem szabad. Mindegy, meg leszünk szerintem úgy is. Bőven, persze. Most 12 ezeren. Itt nem jönnek szembe se kocsik, meg ilyenek, szóval nem kell attól tartani. Bejöttem a célba, basszus! Na, akkor viszont nekem lesz muszáj megcsinálni, és valahogy fel is jutnom. Hajrá. Szóval, nem szabad beérni a célba, tehát nem szabad azt csinálni, amit én csináltam, ezt egyébként én sem tudtam, nem direkt hibáztam el. 120 ezerre kell fölmenni valamelyikötöknek, ha többen csináljátok, akkor mint hogy már nagyon sokszor elmondtuk, elég az egyikötöknek megcsinálni, és akkor a többiek is megkapják a pontot, hogyha a többiek megcsinálnak legalább egy csillagot, ami 10 ezer pont, azt lássuk be, hogy tényleg nagyon könnyen meg lehet csinálni. Tehát, hogyha megszerez mindenki a csapatból 10 ezer pontot, akkor elég egy valakinek 120 ezeret csinálnia, és meg lesz a 3 csillag mindenkinek. És egyébként láthatjátok, hogy a sztorik elejét levágtam azért, hogy rövidebb legyen a videó és élvezhetőbb legyen mindenkinek. A sztori szerintem senkit nem érdekel ezeknél a Horizon történeteknél, mindenki a csillagok miatt csinálja meg őket, meg az elismerés pontok miatt. Úgyhogy találkozunk, srácok, a következőben.
És indítjuk is az utolsó küldetésünket, vagy történetünket, sose tudom mi ennek a pontos neve. Párhuzamosan beszél velünk a technikus, nem kell vele foglalkozni. Itt az a feladat, hogy ugratnunk kell legalább 300 métert, ami ezzel a kocsival nem túl nagy kihívás. Aztán ki tudja, lehet elkiabáltam, de nem már jó nagy a nekifutás, ha jól látom, még 2 kilométerünk van. És egyébként 460 méter a három csillag. Mert ugye nekem már megvan és látom ilyenkor. Aha, mennyi 460? Aha. Mindjárt meglátjuk, hogy megoldható-e. Reméljük, hogy igen. Ez a kocsi itt betapad, ugye? Betapad, igen. Még túl sok gázt is vettem el. Kicentisztem rendesen. Meg lesz? Hát jó. Az a baj, hogy itt a sziklákra érkezem. 481. Jó, sikerült. Nekem 461 lett pont, úgyhogy jó, éppen sikerült. A három csillag meg okay. Lett volna nekem is. Nagyon jó. Ennyi. De nem volt ennyi volt. Nehéz ez. Ennyi volt a horizonrásos. Mi volt ez? Kaszkadőr kihívás? Vagy mi ennek a neve? Tesztpilóta kihívás. Tesztpilóta kihívás, igen. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, csak ezzel a csodálatos háromcsillagos képpel zárunk. Láthatjátok, hogy ez egyébként nem volt nehéz, szerintem ez egyik legkönnyebb eddig az eddigi Forza Horizon kezdőknek, mexikói balfékek Horizon Stories videóink közül. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy találkozunk legközelebb, és minden nap készülünk nektek videókkal. Nézzetek minket itt YouTube-on, TikTokon, Instagramon, mindenfelé. Köszönjük, hogy itt voltatok. Ez volt a GameWave-en, Darius voltam, itt volt velem Benny. Sziasztok! Sziasztok!